Kata írt tavaly egy cikket Dosztojevszki évfordulója kapcsán, és akkor abban többször elhangzik ebben a cikkben, hogy minden úgy történt, ahogy Dosztojevszki gondolta, szokás mondani, és ennek kapcsán kitértél arra is a cikkben, hogy mennyire ismerős lenne a mai vagy kortárs Oroszország Dosztojevszkinek. Ebbe szerintem nem menjünk mélyen most bele, hanem inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy a mai vagy kortárs Oroszország mit kezd Dosztojevszkije, mennyire van ő jelen? Nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert teljes mértékben ellentmondás van Dosztojevszkijel kapcsolatban ma Oroszországban is, ugyanis ezt Dmitrij Mereskovszki kijelentése, 1905-ös kijelentése, hogy minden úgy történt, ahogy Dosztojevszki gondolta, és a mai kutatók, akik Dosztojevszkijel foglalkoznak, azt mondják, hogy ez ma is érvényes, és pontosan azok nem szeretik olvasni Dosztojevszkijt, akik a bőrükön érzik, hogy valóban róluk szólt az, hogy minden megtörtént, ahogy minden úgy történt, ahogy Dosztojevszki gondolta. Ha csak az orosz oligarchákra gondolunk, a Kamasz című regény főhőse Alkaligyir Dolgorukjainak a Rothschild eszméje, ugye a meggazdagodás vágya, az a mai Oroszországban azt szokták mondani, hogy nem évszázadokon keresztüli építkezés eredménye lehet, hanem ezek az oligarchák egy pillanat alatt akarnak meggazdagodni. És Dosztojevszki ezt megjósolta, hogy lesznek ilyenek az orosz társadalomban, vagy például az, ahogy a kommunizmus annak idején elnyomta Dosztojevszkit a pravoszláv eszmény miatt, a nagyon erős keresztényi hitrendszere miatt, az a mai napig él, mert aki nem óhajtja azt elfogadni, hogy az ő regényeiben az embernek a átlényegülése, átváltozása az keresztényi alapokon történik, az nem szeret ezekkel a regényekkel szembesülni. A könyvre rátérve vagy a témáját valamennyire körvonalazva, ugye Sztyepánjan, ha mondhatjuk, talán a legnagyobb kortárs. Ő írt szinte a legtöbbet Dosztojevszkijről, igen. És hát ez a könyve túlzás nélkül valószínűleg az életművének a csúcsa lehet, ha jól gondolom, mert hogy itt nem másra tesz kísérletet, mint ilyen nem kis pályás szerzőket, mint Dosztojevszki és Shakespeare hasonlít össze, illetve a kettejük munkái, de nem is csak a munkái, hanem a művészethez, a valláshoz való viszonyának a kapcsolódásait, a realizmushoz való kapcsolódásukat, vagy annak újraértékelését elemzi, és hogy még nagyobb legyen a tét, Bakhtyint is bevonja a játékba, tehát hogy tényleg elég sűrű könyvről van szó. Ezért csak én félve kérdezem, hogy, vagy teszem fel a kérdést, hogy akkor mi is az, ami téged megfogott a könyvben, mi szerinted ennek a könyvnek a veleje, és hogyan akadtál ezt Japánjára? Hát én 15-16 éves korom óta folyamatosan Dosztojevszkijel foglalkozom, én belőle doktoráltam annak idején a Debreceni Egyetemen, és ugye folyamatosan, ahogy ő vele dolgoztam, foglalkoztam, mindig beleütköztem abba, hogy mennyire sokat utal ő más szerzőkre, a francia szerzőkre, az angol szerzőkre, Shakespeare-re különösen. És amikor Györgyékkel megbeszéltük, hogy a 200. évfordulóra jó lenne valami Dosztojevszkit kihozni, akkor tűnt fel az orosz interneten, hogy van egy ilyen összehasonlító monográfia, hogy Dosztojevszki, Shakespeare, Bakhtyin. Atya úristen, mondom, végre rátalálok valami olyasmire, amire eddig mindig csak utalás szintjén, akár cikkekben, akár monográfiákban, hogy mennyire foglalkoztatta Dosztojevszkit a Shakespeare-i világ. Most itt van akkor ennek a tárháza, és akkor ezt nagyon szeretném megcsinálni. És valóban mindazt, amit eddig csak elszórva tapasztaltam a tudományos munkákban, itt megkapjuk összegzésképpen, ugyanis 16 évesen olvasta a Hamletet először Dosztojevszki, és olyan szinten megfogta, hogy utána élete végéig utal Shakespeare-re, akár úgy is, hogy a szépirodalmi regényeiben a hősök valamilyen szinten felhozzák a Shakespeare darabokat, vagy magát Shakespeare-t, illetve úgy is, hogy eszéket ír, filozófiai tartalmú téziseket von le a Shakespeare-i életművel kapcsolatban. És Sztyepánján valami óriási kutató munkával az összes párhuzamnak utána megy, és ebben a kötetben ez megtalálható. És ez a nagyon érdekes, hogy amíg Dosztojevszkinél
megtörténik az embernek az átlényegülése, vagy legalábbis a kísérlet rá, gondoljunk arra, hogy Raskolnikov az élete végén a kátorgán, ugye a kényszer munka, vagy a szibériai száműzetés idején, ugye Szonyához, Szonyának köszönhetően is a Pravoszlávia felé fordul. A bűn, a rosszaság az Dosztojevszkijnél megváltódhat, megváltódik a keresztény hit által. Sztyepán rámutat arra, hogy Shakespeare-nél ez nem történik meg. És van egy nagyon-nagyon érdekes Dosztojevszkiji mondat, azt mondja Shakespeare-ről, hogy Shakespeare a kétségbeesés költője. Számtalanszor ismétlődik a kötetben ez a megjegyzés, ez a definíció, a kétségbeesés költője, és azért, mert nem tudja eljuttatni a hőseit az átlényegülésig. Tehát, hogy az orosz színházban jelenleg mondjuk Shakespeare-nek a szerepe, hogyha összeveted a magyaréval, az mennyire más vagy hasonló? Körülbelül hasonló, tehát nagyon sok szeretik az oroszok is játszani Shakespeare-t is, és Dosztojevszkijt is egyébként. Tehát nagyon érdekes, hogy amit az elején mondtam a társadalmi ellentmondásról, hogy Oroszországban hogyan ítélik meg Dosztojevszkijt, a színházak egyöntetűen játsszák Dosztojevszkijt, tehát ott nincsen olyan, hogy valamelyik nagy moszkvai színház legalább egyszer egy évadban ne tűzné valamelyik nagy regényét színpadra. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból szerencsések vagyunk Magyarországon is, mert nagyon sok Dosztojevszkij látható még ma is a színházakban. Sőt, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Marosvásárhelyen 2 évvel ezelőtt a Bűn és bűnhődést a Marosvásárhelyi társulattal színre állítottuk, úgyhogy én voltam a dramaturg, tehát benne voltam egy ilyen folyamatban is, és akkor is megállapítottam, amit minden egyes regényének az újraolvasásakor megállapítok, hogy valóban óriási prófétáról beszélünk, tehát tényleg mindent megjósolt, ami a mai világban is megtörténik. Ugye a könyvnek harmadik szereplője, vagy mondhatnánk, hogy a két életmű között a cement, a kötőanyag, ugye Bakhtin, és a könyvben az is többször feltűnik, vagy vannak ezzel kapcsolatos utalások, hogy azért ő egy erősen kritizált szerző Oroszországban, de hogy láthatóan nem tudnak azért tőle elvonatkoztatni, hogy milyen ma a megítélése, ugye? Bakhtin egy olyan szerző Oroszországban, aki nagyon jól mondtad, hogy viszonyítási pont, de kezdik felülértékelni, és Sztyepánján ezt teszi ebben a kötetben. Ugye az biztos mindenki számára ismert, hogy ő volt az, aki a Dosztojevszkij életművel kapcsolatban a polifónia elméletet bevezette. Ugye azt mondja, hogy minden szereplőnek külön szólama van, és minden szereplőnek igaza van, és ezek az igazságok ütköznek meg a regény szereplői között, és nincsen igazából eldöntve, hogy melyik a végleges igazság, mert mindegyiknek igaza van. És Sztyepánján nagyon alapos filológiai munkával, nagyon alátámasztva, tehát nem légből kapott módon, azt mondja, hogy Bakhtinnak ott nincs igaza, hogy ebből a dialógusból, ami a szereplők között zajlik, egyszerűen kizárja a szerzőt. Tehát nem veszi figyelembe azt, hogy Dosztojevszkijnek is van egy igazsága. És Sztyepánján erre hívja fel a figyelmet Bakhtinnal kapcsolatban, hogy oké, hogy ezek a szólamok ütköznek a regényben, De meg kell nézni felülről, hogy Dosztojevszkij erre hogyan nézett rá. És az nem igaz, hogy egy gazembernek az igazsága is azonos lehet egy szent prostituáltnak az igazságával például. És ami nagyon fontos Bakhtinnal kapcsolatban, hogy a címben is az ő kifejezése szerepel. Ugye az alcím az, hogy hősök és szerzők a kitágított valóságban. Ez a kitágított valóságban ez... Igen, csak feladta volna nekem a leckét szintén fordítói szinten, mert oroszul úgy hangzik, hogy Balsam Vremeni. Hát ez valami nagy idők, örökké valóság. Nem, tehát ott álltam rögtön az alcímnél, hogy Atya Úristen, ezzel most mit kezdjek, és aztán hál' Istennek rátaláltam arra, hogy Plé Csaba ezt lefordította, és így fordította le, hogy a kitágított valóságban, úgyhogy megnyugodtam és átvettem tőle ezt a terminust, mert egyébként valóban arról van szó, hogy az örökké valóságban. Mert Bakhtin azt mondja, hogy ezek a művek, akár Shakespeare, akár Dosztojevszkij művei, az örökké valóságban működnek, tehát egy kitágított valóságban működnek. Hogy az előző könyvekkel szemben, amik azért tényleg ezt a nagyon jól vasalt angol száz gondolkodást szépen tükrözik, hát azért ez inkább olyan, mint egy pohár vodka után lenni, tehát hogy jó élmény, de hogy nehéz felidézni minden részletet, hogy akkor most
Most így mégis mi történt? Tehát, hogy, de hogy nem tudom, fordítóként te ezt így érzed, de vagy csak a szerkesztő volt kevésbé? Nem, én is így érzem. Tehát Sztyepánján egy nagyon nagy, ezt te fogalmaztad meg a múltkor István, és köszönöm ezt a mondatot, egy nagyon szenvedélyes szerző. Tehát itt elindul a filozofizálása, és gyakorlatilag meg nem áll. Tehát olyan eszmefuttatásai vannak, olyan képzettársításai vannak, ami nyilván fordítóként is rendkívül megnehezítette itt ott a munkámat, másfelől meg nagyon-nagyon figyelni kell, hogyha követni akarjuk. Tehát itt minden egyes sornak jelentősége van, mert hogyha valamire nem figyelünk, akkor a következő eszmefuttatást már nem fogjuk érteni. Tehát ez egy komoly kihívás lesz, azt gondolom, hogy az olvasók számára is, viszont, hogy miért ajánlom. Azért ajánlom a nehézsége ellenére, mert azt gondolom, hogy érdekelheti az irodalmárokat, lásd Dosztojevszki, Shakespeare. Érdekelheti a színházzal foglalkozókat, főleg Shakespeare miatt, és nyilván, főleg Bakhtin miatt érdekelheti azokat, akik filozófusok. Tehát egy olyan interdisziplináris kötet született én szerintem, ami nagyon sok érdeklődőt vonzhat, vagy hozhat a kiadónak akár, vagy ennek a sorozatnak akár, legalábbis remélem. Én mindent megtettem, hogy érthetővé tegyem ezt a nyelvet, de valóban nagyon-nagyon tömény. Tehát ez tömény szöveg, és minden egyes sorra figyelni kell. Úgyhogy így tudom ajánlani a könyvet.